Nagyon szépen köszönöm és tisztelettel köszöntöm a kollégákat itt is, illetve akik nyomon követik a mai alkalmat. Én egy olyan témához térnék vissza, ahol történnek az események jelenleg is. A magyar energiarendszert nézzük meg, villamos energiarendszert alapvetően, akkor ugye azt lehet látni, hogy az elmúlt három évben egy olyan folyamat zajlik le, ahol a nukleáris energiatermelésünk az körülbelül stagnál, és emellett a lignitbázisú áramtermelésünket földgáz és egyre nagyobb mértékben megújuló energia, ezen belül fotovoltaikus villamos energiatermelés váltja fel. Úgy tetszik, a magyar villamosenergia rendszerben az utóbbi időben a legdinamikusabban fejlődő terület az a napelemes áramtermelésnek a térnyerése. Igazából a kérdése, vagy a témája ennek a hát félig tudományos, inkább mint tudományos, és félig szakpolitikai előadásnak, amit tartanék. Lényegében az a kérdés, hogy milyen mértékben és milyen időtávon érdemes és lehetséges fenntartani ezt a folyamatot, ami az elmúlt években elég dinamikus volt a magyar villamos energia rendszer formálódása során. Magyarul egy olyan esetben, amikor már van fúziós erőművünk, csak nem a földön van, hanem működik odafenn, akkor milyen lehetőség van arra, hogy ahelyett, hogy itt a földön ezt létrehoznánk, ebből a fúziós erőművből kiszedjük azt, amit tudunk itt a földön, és azt próbáljuk hasznosítani, és akkor inkább erre koncentráljuk az erőforrásainkat. Igazából kérdések mentén szeretnék néhány fejleményt egyszerűen csak összefoglalni, azt gondolom, egyből nagyon sok ismert a közönség számára is, de talán van néhány olyan tényező, amit érdemes kiemelni. Ugye az első kérdés az az, hogy miért érheti meg abba a zöld átállásba, ezen belül a napenergiába fektetni, amiről ma nagyon sokat beszélünk, ugye globálisan is arról beszélünk, hogy érdemes-e, lehetséges egy zéró karbon kibocsátású globális gazdaságot létrehozni valamikor ebben a században, század közepére, második felére. Ha valaki nem hisz a klímavédelemben, vagy ebben abban a problémában, amely a elvi alapját ennek a zöld átmenetnek képezi, hiszen erről még ma is folyik a vita, vannak érvek amellett, hogy mellett ezzel együtt is érdemes zöld átállásba fektetni. A második kérdés, hogy Magyarországon milyen adottságokkal rendelkezünk ezen a területén, itt most már szűkebben a napenergiára koncentrálva. Eddig az elmúlt mondjuk maximum egy évtizedben, de inkább néhány évben milyen eredményeket értünk el, és milyen kritikus problémákba ütköztünk. Ma azt gondolom, hogy elég dinamikus és elég érdekes vita folyik arról a szakmai körökben, hogy hol van az a határ, ameddig a fotovoltaikus napenergiatermelés belefér a magyar rendszerbe. Jemezősi Andrástól már hallottunk egy néhány konklúziót egy bizonyos elemzésből erre vonatkozóan, és vannak-e már jó megoldásaink azokra a kritikus kérdésekre, amiben már most belebotlottunk, és hogy az utolsó költői kérdés, hogy akkor megyünk-e nagyot támadni ezen a területen. Tehát mire lesz fúzió, lesz-e még rá szükség, mert esetleg addigra mindent megold a napenergia, vagy nem. Hát ezek az egyszerű kérdések, azok, amire próbálnék reagálni ebben a rövid előadásban. És akkor az első kérdés az, hogy ha a klímavédelem kérdésében, vagy a klímaváltozás negatív, egyben nem is nagyon hiszünk, ha úgy tűnik, hogy a világ egyre nagyobb része
ebbe az irányba fordult. Ugye ezek a számok, ezek már itt a Glasgow után nem is nagyon igazak, ez a BP-től van, ugye hogy a globális üvegházgáz emisszió most már több mint 80%-át lefedik azok a kormányzati nemzeti vállalások, amelyek nettó zéró gazdaság megteremtését vállalják. Tehát nem európai, nem magyar bolondságról van szó, hanem egy globális folyamatról. Hát és emellett azt látjuk, hogy különösen izgalmas, hogy nettó zéró kibocsátás mellett elköteleződő globális vállalatok száma drasztikusan nő. Magyarországra is a ma már betelepülő vállalatok tényként kezelik, hogy ők 10-15 év múlva csak zöld energiával kívánnak üzemelni, ehhez kell majd tudni felnőni. Tehát tegyük fel, hogy ez mindig nem igaz, érdemes-e akkor is ebbe a klíma semleges átállásba bekapcsolódni. Ez egy nagyon érdekes ábra szerintem nem a Greenpeace-től, hanem a Nemzetközi Energiaügynökségtől, ami nem vádolható azzal, hogy egy ilyen szélső zöld szervezet lenne. Ez a legutóbbi World Energy Outlooknak az egyik ábrája, ami azt mutatja, hogy egy zero carbon szenárió valósul meg a világon, akkor hogy alakul a főbb energetikai területeknek a beruházási piaca. Tehát az első két oszlop az a 2020-as évet mutatja, az utolsó pedig a 2050-eset, és azt látjuk, hogy az olajipari beruházások a jelenleg több mint éves 1 trillió dollárról az időszak végére hát kevesebb, mint egy ötödükre, egy negyedükre esnek össze, és ezzel párhuzamosan nem meglepő módon tiszta technológiáknak a piaca átveszi ezt a nagyságrendet. És különösen felhívnám a figyelmet, ami egy engem mindenképpen meglepő jelenség volt itt, a sárga színnel jelölt technológiára, ami az energiatárolást, akkumulátoros technológia, de mindenképpen az energiatárolásnak a piaci méretét mutatja, amely messze a legnagyobb abból a szeletből, ami egy jövőbeni zéró kibocsátású gazdaságban ott lehet. Ezért én úgy mondanám, hogy a fosszilis utáni technológiáknak a technológiai tudásért, ezeknek a kontrollásáért ma már globális és őrületes verseny folyik. Tehát én azt gondolom, hogy a netto zéró gazdaságra való átállás az nem is csak és nem kizárólag a klímavédelemről, hanem kifejezetten a fosszilis utáni technológiai versenyről szól. És ilyen értelemben echte gazdaságfejlesztési kérdés, hogy például Magyarország ebben a technológiai versenyben milyen módon tud részt venni, és hol tud szerepet vagy szerephez jutni. És hogyha ez nem lenne elég, akkor a harmadik pontként mindenképpen az energia szuverenitást, mondjuk Magyarország esetében ilyen értelemben az energia függetlenségnek a kérdését tekinteném. Itt egy olyan ábrát hoztam, ami azt mondja, hogy mi történik akkor, hogyha mától nem nagyon csinálunk semmit. Ez egyébként a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiából van ez az ábra, ami azt mondja, hogy ha mostantól 2050-ig nem nagyon teszünk erőfeszítéseket ebbe a zöld átmenet irányába, akkor a üvegházgáz kibocsátásunk körülbelül mostani 60 millió tonna körüli szinten marad. Ha viszont a nettó zéróra akarunk lejutni, akkor erőfeszítéseket kell tennünk. Ennek beruházási igénye van, hiszen tiszta technológiákba kell investálnunk. Hát itt a REC egy másik modellezési munkaeredményeképpen próbálta számszerűsíteni, hogy jelenlegi legjobb tudásunk szerint mennyi az a többlet beruházás, amit a következő 30 évben évente a nem csinálunk semmi fölött be kéne ruházni, hogy egy ilyen nettó zérót elérjünk. Ugye az ölvetett kézben azért Paks 2 már benne van, tehát ez a Paks 2 fölötti többletberuházás napelemekbe, elektromos autókba, energiahatékonyságba, minden ilyesmibe. Az jött, hogy ez kb. Évi 800 milliárd forint a következő 30 évben évente. Most 2019-ben Magyarország gázimport számlája 721 milliárd forint volt, ez a GDP 2%-a, de hogyha a teljes netto energiaimport számlánkat nézzünk meg 2019-ben,
akkor az 1729 milliárd forint volt. Tehát körülbelül azt az összeget kéne évente beruháznunk ebbe az átállásba, ami az éves gázimport számlánk, de az olaj még nincs is benne, meg a áramimportunk. És akkor 30 év alatt nem oda jutnánk, hogy a gyermekeink majd ugyanezt a számlát kell fizessék, hanem oda jutunk, hogy egy olyan gazdaságot hagyunk rájuk, amikor utána nem kell ilyen importszámlát fizetniük, hiszen egy önellátó energiarendszerrel rendelkezik ad abszurdum Magyarország. Tehát azt gondolom, ezek elég súlyos érvek amellett, hogy ebbe talán érdemes fektetni. Na most milyen adottságokkal rendelkezünk napenergia területén? Hát én bocsinálta, ilyen közgazdászként próbáltam ezzel a kérdéssel ismerkedni, és hát ugye mindenütt valójában azzal a üzenettel találkozik, ha az ember ezt a kérdést keresgél, hogy iszonyúan nagy, gigantikus az a energia mennyiség, amit ettől a fúziós erőműtől tulajdonképpen kapunk. Ez jelentős részt kiaknázható, természetesen tiszta, és önértemben megbízható energiaforrás, hogy hát amíg süt a nap, addig van emberiség, utána úgyis mindegy. Tehát valószínűleg azt is lehet tudni, hogy éjszaka nem süt a nap, nappal süt a nap, és viszonylag pontosan meg lehet azt határozni, hogy mikor használjuk és mikor nem tudjuk használni ezt az energiaforrást. Ugye a Farkas 2017-ben azt írja, hogy 8000 szerese a primer energiafelhasználásunknak az a sugárzásból minket érő energia, amelyet potenciálisan, maximálisan felhasználtunk. De tavaly jelent meg egy remek világbanki kiadvány, ami országra lebontva mutatja meg azt, hogy milyen potenciállal rendelkezünk itt. Biztos elszámoltam magam, nekem az jött ki, hogy az elméleti maximum 1,4 millió terawattóra éves elméleti napenergia potenciál, ami Magyarország rendelkezik, és ugye ma 40-et használunk, de ha ennek csak valamit nagyon-nagyon elszámoltam, akkor is nagyon-nagyon nagy a különbség. Tehát ez a 8000-szeres, vagy a valahány ezerszeres különbség az fennáll. Ugye ez a tavalyi világbankos kiadvány még ilyen közgazdasági becslés is adott, mindenféle tőkeköltségeket feltételezve, hogy ez a bizonyos élettartamra vetített költsége 25 évre a napenergia termésnek hogyan néz ki egyes országokban, és ott az jött ki neki Magyarországra, hogy ez 10-12 eurócent, dollár cent per kilovattóra körül van, ami ugye 32-38 forintot jelentene ma 25 évig. Na most a mostani 46. héten a heti villamosenergia zsinórára Hupixon az 70,8 forint volt, ami abnormális, de mindenképpen azt jelzi, hogy szerintem ez a túlbecsült LCO érték magyar esetben, ez arra utal, hogy a napenergia felhasználás a mai technológiákkal is már versenyképes Magyarországon. És hát ugye ezt látjuk globálisan, ez egy BP pár a két ábrából, ugye azt mutatja, hogy a maga az energiaügynökség 2016-os várakozása is képest is jóval gyorsabban nőtt globálisan a beépített PV kapacitás, és a BP által várt tanulásnál is gyorsabb a költségcsökkenés ezeknél a rendszereknél. Ugye a jobb oldali narancsárga oszlop mutatja, hogy a 40 és 50, inkább 50 euró, lenyug az 50 euró per megawatt óra körül van ma a napenergia felhasználásnak a élettartamra vetített költsége a BP szerint, nem a világban szerint, a BP szerint. Az tulajdonképpen egyébként nagyon közel van a harmadik hazai metáltrendernek a nyertes árszintjéhez. Hát azt lehet mondani, hogy egyébként Magyarországon valójában már nagyjából ezen a költségszinten vagyunk. Tehát ha az adottságainkat nézzük, akkor azt gondolom, hogy azok kiválóak. Mi történt napenergia hasznosítás területén az elmúlt években? Ugye az energiastratégiai dokumentumok, amelyeket az elmúlt három évben sikerült megalkotni, azok ugye nagyon nagy hangsúlyt tesznek a napenergiás fejlesztésekre. Ugye amikor én 2018-ban, körülbelül kb. Pont három évvel ezelőtt először azt kimondtam a számon, hogy 2022-ben
3 gigawattnyi napelem lesz Magyarországon, akkor én magam nagyon megijedtem, amikor hallottam magamat ezt kimondani, és nem nagyon hittem el, hogy ez bekövetkezhet. Ugye itt vagyunk 3 évvel később, és majd mindjárt meglátjuk, hogy akkor hol tartunk. Hát gyakorlatilag ott tartunk, hogy Magyarországon is egy igazi napelem és áramtermelési boom van. Itt a baloldali ábra mutatja ennek a dinamikáját. 18-ban még csak olyan 700 körüli megawatt volt a kereskedelmi és a HMK erőműveknek a beépített teljesítménye. Ez most a 21 Q2 végére meghaladta 2500 megawattot, és most már HMK 116.298 darab ponton táplál be a magyar együttműködő villamosenergia rendszerbe áramot. Hát ez egy elég dinamikus fejlődés, és bízhatok benne én személy szerint, hogy 2022-re az a 3 gigawatt az egyébként meg lesz. És hát látjuk azt, hogy részben ennek köszönhetően, noha a Paks 1 betegeskedett, de a karbonmentes áramtermelésünk részaránya HMK nélkül, ugye az elmúlt 3 évben elég szépen nőtt százalékról százalékra, illetve a karbonmentes áramtermelésen belül a napenergiának az aránya nukleárishoz képest, ugye nyilván a szezonalitástól, meg a napenergiaintenzitástól függően, de folyamatosan nő. És ugye ma folyik egy vita arról, hogy hol van a határa ennek. Mavir, mások érvelnek amellett, Paks 2 minisztérium szokott amellett érvelni, hogy hát 3 gigawattnál többet nem bír el a magyar rendszer. Ott vége van, összeomlik, és a ellátás biztonság az elvész Magyarországon. Ezért érdemes néhány ilyen nemzetközi adatot megnézni. Itt a két ábra a felső azt mutatja, hogy mennyi az időjárás függő beépített teljesítmény és az átlagos terelés aránya 2020-ban több európai országban. Itt az utolsó helyen látjuk Magyarországot, tőlünk balra számos olyan ország látszik, ahol akár a beépített megújuló teljesítmény a átlagos terhelést háromszor is nincs meghaladja, az nyilván extrém, de látszik, hogy sehol nincs. Magyarország lényegében ezen a dobogó közelébe sincs ezen a listán. Még érdekesebb talán az időjárás függő termelés súlya a teljes termelésben. Itt az alsó ábrán is azt látjuk, hogy Magyarország igazából egy nagyon szerény helyet foglal el ezzel a 3 gigawatt órával, és hát az András már beszélt róla, hogy Magyarország az egyik legjobban összekötött rendszer Európában, tehát ilyen körülmények között én azt gondolom, hogy ennek a többszörösét a magyar villamosenergia rendszer potenciálisan, meg a régiós villamosenergia rendszer simán be tud fogadni. Arról nem beszélve, amiről már ugyancsak volt szó, hogy miközben Magyarország a napenergiára tett, a szomszédok inkább a szélre, és jelentős a vízi erőművi kapacitás is. Tehát régiós szinten egy nagyon kedvező, megújuló villamosenergia mix az, amit itt a környékünkön kezd kialakulni. És hát ugye ez a folyamat is már sok, már műszaki innovációst is igényelt az iparági résztvevőktől, gyakorlatilag pezseg a napenergetikai, műszaki, mérnöki iparág ma, de emellett üzleti innovációra is sor került, hiszen nem mindegy, hogy milyen üzleti modellben valósulnak meg ezek a beruházások. Indultunk egy kötelező átvételi rendszerrel, ami alapvetően a befektetői biztonságot akarta biztosítani, egy fix, ugye annak idején 32 forint per kilovattos árral, amit aztán indexált a rendszer, de aztán 2 évvel ezelőtt bevezettük azt, hogy a befektetői biztonság mellett a költséghatékonyságot is vegyük figyelembe, nem próbáljuk érvényesíteni azt, hogy az a költségcsökkenés, amit láttunk, eljusson a magyar fogyasztókhoz. Egy év alatt 50%-os árcsökkenést sikerült a tendereztetéssel elérni, itt lent látjuk a nyertes árakat, azt hiszem a 3. metár tender, ahol már átlagosan 17 forintos árral nyertek a projektek a kátos 32 forintos árakhoz képest, de azt gondolom, hogy a metárnak is vége, hiszen a mai napenergiás költségek és a piaci árak összehasonlításában annyira jól jönnek ki a napra, hogy már nem is akar senki
igazából nagyon metártenderen indulni, hanem teljesen saját kockázatra, befektetői alapon építeni erőmet. Én azt gondolom, hogy a privát hosszú távú szerződéseké a jövő ezen a területen, tehát amikor a napenergia fejlesztők és a nagyfogyasztóipari cégek hosszú távú, akár 20-25 éves hosszú távú szerződésekbe egyeznek meg. És hát az a, ha ez a élettartamra vetített költség, amiket itt láttunk, ez alapját képezheti egy naperőművi ajánlatnak 40-50 euró környékén, akkor ez ki tud szűrni minden olyan árvolatilitást, amit ma a piacon látunk, CO2-ben, kőszén gázárban, ugye kihitte egy éve, hogy 200 eurós bézlódár lehet Magyarországon, hát senki. Ezt a volatilitást az, aki napenergia termelő céggel a jövőben szerződik, nem kell elviseljen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jövő, és lehet, hogy még ettől innovatívabb üzleti megoldások is lesznek. Erről fogunk beszélgetni majd olyan fórumokon, amit most szervezünk ZKK-n színben, Nemzeti Bank, illetve a BM együttműködésében, a MNB Napenergia Fórumon. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon biztatóak azok az eredmények, és nagyon sok innovációt, műszakit és üzletit is igényelt, meg elindítottak azok a folyamatokat, amiket látunk. De természetesen van számos kritikus kérdés, és csak nagyon gyorsan szeretnék ezekre néhányra reagálni. Hogy az egyik ilyen kérdés, hogy hát persze ez változékony a napenergia termelés, nem tudjuk jól kiszámolni, nem tudnak ezek az erények menetrendet tartani. Tehát igazából ez egy nem megbízható energiaforrás. Ugye minden, ami történik, ennek az ellenkezőjét mutatja. Ez egy olyan ábra, ami 2019. januártól mostanáig mutatja, hogy hogyan mennyi tartalékot vett igénybe a MAVIR fölfelé és lefelé szabályozásra, fölfelé a sárga, lefelé a kék. Ebben az időszakban, és a sárga meg a kék vonal azt mutatja, hogy a föl és a leszabályozásnak mennyi volt az ára ezekben az időszakokban. 19. januártól 21. szeptemberéig körülbelül 1000 megawattnyi többlet PV kapacitás lépett be a rendszerbe. Most megnézzük, hogy mennyi tartalékot vett igénybe föl és le a MAVIR, azt látjuk, hogy gyakorlatilag semmi sem változott. Tehát beépült plusz 1000 megawatt napenergia a magyar rendszerbe, és nem kellett több tartalékot igénybe venni a rendszer irányítónak. Megvannak az okai, nincs idő ezt most nagyon kifejteni, de gyakorlatilag a menetrendtől való eltérés büntető ösztönzőt kellett bevezetni, és olyan árakat produkálni itt az év elején, ami figyelmeztette a termelőket arra, hogy a menetrendtartásnak értéke van. És érdekes módon IT előrejelzés és mindenféle más innovatív technológiákkal azt sikerült elérni, hogy ez a menetrendtartás javítási tanulási folyamat, ez ma nagyon intenzív Magyarországon, és nagyon sok innováció van benne. A másik kérdés, már erről került, rugalmasság kell ahhoz, hogy napon belül rövid időszakok alatt és hosszabb távon is ezt ki lehessen szolgálni. Rugalmasságból ugye azt lehet határkeresztező kereskedelemmel csinálni, napon belüli piacokon, ilyen piacok ma már léteznek, keresletoldali beavatkozással, energiatárolókkal, ezeknek a kombinációjával. Lehet gázos erőművekkel is, meg a naperőművek leszabályozásával, de azért van ez itt pirossal, mert az nem nagyon klímabarát dolog. Az ugye, ha leszabályozunk egy naperőművet, akkor tulajdonképpen kidobjuk azt, amiért építettük, illetve ha hagyományos gázerőművekkel szabályozunk, az meg nem klímabarát. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a területen abszolút van előrehaladás, de zárójelben ez még azért elég lassú. Épülnek olyan energiatárolók, amelyek innovatívak, még európai összehasonlításban is azok. Van már az energiahivatalban 21 regisztrált aggregátor bejegyezve, aki keresletoldali rugalmasságot szeretne adni. Elkezdődött a munka az elosztói rugalmassági piacon, de még sehol sem tartunk. És a MAVIR-nak van olyan projektje, a Trinity projektje, ami a határkeresztező napon belüli árampiacnak a megteremtését szolgálja. Tehát minden lehetséges rugalmassági fronton léptünk előre,
És nagyon sok, megint csak hangsúlyozom, nagyon sok innováció van ezen a területen. Szeretném azt külön kiemelni, itt ezen a helyen különösen, hogy én azt gondolom, hogy az energiatárolás az az a terület, ahol a jövőnek a nagy változása kell. Egyrészt azért, mert ott nagyon nem tartunk messze, tehát az a zsebtelepeket régóta ismerjük, de attól nem sokára messze jutottunk még néhány évvel ezelőttük, tehát ott nagyon nagy lehetőségek vannak, azt gondolom, rövid távon, de különösen szezonálisan, hiszen ha el tudjuk tenni azt a sok napenergiát, amit nyáron, ami van, azt eltesszük a spájzba és előveszük télen, ugye ez verhetetlen. És igazából a villamosenergia szektornak, vagy a villamosenergiának mondod az előnyeit, Attila, az egyetlen nagy hátrány az összes többivel szemben, hogy csak nagyon költségesen tárolható hosszú időre. A szén tárolható, az olaj tárolható, a földgáz tárolható, a nukleáris fűtőanyag tárolható, a villamosenergia nem tárolható jelenleg. Úgy azt gondolom, hogy ha ezt ki tudja találni a szakma és a tudomány, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor az utolsó nagy hiányzó láncem itt akkor megvan ebből a zöld átmenet történetből. Egyébként ma már itt Magyarországon elég sok változatos támogatási, meg egyéb program segíti a kísérletezést az energiatárolással. Itt most nem is mennék nagyon bele, ugye mindenféle energiatárolással, meg célú energiatárolással, frekvenciaszabályozás, napon belüli arbitrázs, vagy azok számára, akik függetlenek szeretnének lenni a villamosenergia hálózatoktól. Csak említeném, hogy a most meghirdetett ilyen háztartási méretű kiserőmű napelemes programnál, ugye az egyik blokknál lehet majd már ilyen háztartási méretű energiatárolós rendszerekre is pályázni, ami az első nagyobb kísérlet lesz azzal, hogy ezek hogy működnek Magyarországon. De hát mindenképpen egy kísérletezési szakasz az gondolom, amit van. És a hiányzó nagy láncem az viszont, ahogy említettem, szerintem a kutatásnak egy frontvonala ez a szezonális villamosenergia tárolás, ahova például, ami meg tudná oldani azokat a problémákat is, amire az Andrásnak az eredmény utaltak, vagy a kérdés is utalt, hogy amikor negatív áron sok energia rendelkezésre áll, akkor mit csináljunk vele? Nyilván nem érdemes Paksot visszaterhelni, ha nagyon olcsón lehet belőle hidrogént gyártani és eltenni a föld alá gáztárolókba. Úgyhogy ma legalább 5 folyamatban lévő ilyen energetikai innovációs projekt vizsgálja azt, hogy a magyar földgáz infrastruktúra vagy más megoldások hogyan tudják ezt a fajta szezonális tárolást, vagy hidrogén, vagy biometán gyártás területén, de még akkor az etanolról nem is beszéltünk, meg az olajgyörgyről, meg mindenféléről, amit a magyar tudomány ehhez már hozzátett. Én azt gondolom, hogy ez igazából az a frontvonal, amire koncentrálni kéne. És most nincs idő, de jelenleg egész konkrét elképzelések vannak arra, hogy a magyar villamosenergia rendszerben mely pontokon és milyen szabályozási megoldásokkal kellene ösztönözni azoknak a tárolóberendezéseknek a kiépítését, amelyek hát ezt a fajta rövid és hosszabb távú rugalmasságot is biztosítanák a magyar vernek. És akkor egy olyan kritikus pontot említenék még, ahol ma viszont elakadni látszik azért a nagy megújuló penetráció, ez a hálózatra csatlakozásnak a kérdése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő időszakban valószínűleg erről majd sokat lehet hagyni, hogy hogyan és milyen feltételek mellett engedi majd meg a Magyarországon a villamosenergia elosztó hálózat és a MAVIR a új megújuló erőműveknek a hálózatra csatlakozását. És akkor az utolsó kérdés az az, hogy akkor ezeknek az adottságoknak, eredményeknek, kritikus kérdéseknek a tükrében mit érdemes csinálni naperőmű villamosenergia felhasználás tekintetében Magyarországon. Ugye elkészült ez a bizonyos hosszú távú stratégia, aminek az egyik ábráját már mutattam, hogyan lehet eljutni 2050-re közel nulla kibocsátáshoz Magyarországon, és a,
az elemzők emögé oda tették, hogy ehhez milyen villamosenergia mixre lenne szükség. Az első oszlop mutatja a közel mai villamosenergia mixünket, ami a termelési mennyiségeket illeti, és akkor ez az utolsó négy oszlop mutatná meg azt, hogy ha el akarunk 2050-re jutni ehhez a közel zéró karbon kibocsátáshoz, akkor 2050-re, ha én jól láttam, akkor 80 terawattórányi tiszta megújuló villamos energiát kéne vagy nap, vagy szél, vagy ezeknek valamilyen kombinációjából előállítani. Ugye azt hiszem olyan 2,3 körül van a napenergiás termelés a területen. Úgyhogy kérdés az, hogy de már ez is egy ilyen sci-fi-nek tűnt, ez a 3 gigawatt stratégiában szerepel, ez a bizonyos 6 gigawatt körüli érték 2030-ra, 2040 az már 12 gigawatt. Ugye eddig még eljutott a Beck is, és azt mondta, hogy hát nem dől össze a nagy templom 2030-ra semmiképpen, 2040 az még elég soká van, hogy sok mindent ki lehessen találni, hogy annyira nem dől össze a nagy templom, hogy van néhány ilyen felszabályozási lyuk azokban az ábrákban. De ugye 2050-ben kéne 80 gigawatt, azért az már egy nagyobb mennyiség. Hát én amellett érvelnék, hogy ezek nem lehetetlen dolgok, akkor, hogyha időközben a magyar tudomány többek között, meg a világtudomány kitalálja, hogy lehet a szezonális tárolást gazdaságilag értelmezhető módon megcsinálni. Ha való igaz az, hogy az e-mobilitás olyan tempóban fog fejlődni, hogy az tényleg igényli ezt a regiment megújuló villamosenergiát, és a hő oldalon is ki tudjuk váltani akár megújuló villamosenergiával a mai felhasználást, hogyha ebbe van olyan esély, hogy hazai innováció és hozzáadott értékteremtéssel is ilyen állásokat Magyarországon létrehozzunk, és hát érdemes megnézni ezt a, még egyszer mondom, nem nagyon szélső zöld szervezetet, mint az IEA, hogy az ő előrejelzésük szerint 2030-ra azt hiszem a globális villamos elgetemésnek már legalább 30%-a, 50-re 90%-a napenergia alapú, hogyha zéró karbon irányba megyünk. Úgyhogy, és elnézést kérek, hogy egy ilyen kicsit ilyen vicces dolgot hoztam az utolsó szlájdon a végére, de talán már most vége van, vagy vége felé közeledünk a konferenciának, úgyhogy ennyit csak így ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a hagyományos fosszilis bányászat sem mással foglalkozik, mint napenergia kitermeléssel, hiszen évmilliókkal ezelőtt eltárolt napenergiát szedünk ki a föld alól, amikor szenet bányászunk, olajat bányászunk, vagy olajat és földgázt bányászunk, és hát ezért kialakult egy nagyon összetartó, egy csodálatos szakma tulajdonképpen a bányászakma Magyarországon, aki hát megtiszteli egymást azzal, hogy ebből tudományt csinál, kőolaj bányászati tanszéket, földgáz bányászati tanszéket, szénbányászati tudományos társaságokat hoz létre, és kitünteti egymást a szakma mindenféle elismerésekkel. Tulajdonképpen, hogyha nem lefelé néznénk, hanem fölfele néznénk, akkor a tulajdonképpen napbányászati tudományágat is létrehozhatnánk, ilyen tanszéket is létrehozhatnánk, ahol fókuszált tematikával, tudományközi együttműködésben olyan kérdésekkel, amelyek itt fölkerültek erre a listára, meg nagyon hosszan lehetne sorolni. Lényegében fölfelé nézve, onnan föntről próbálhatnánk azt a napenergiát kibányászni, amit ma a föld alól próbálunk előhozni a régi tartalékokból, és lényegében ezzel fölfőzzük a saját klímánkat. 50 év múlva ugyanilyen plakettekkel jutalmazhatnák ezek a napbányászak emberek egymást, csak lehet, hogy más lenne a közepén a díjak. Nem szépen.
szépen, hogy hétfőre kiderül, hogy kihallgatok minket, mert az egyetemen már vár minket egy levél, hogy napbányásztan szépen csinálni. Elnézést, ezt már talán nem kellett volna, ezt a kérdés lenne a jelenlévők közül. Hogy látod most az energiaközösségeknek a szerepét? Elindultak ugye ilyen pályázatok, de egy kicsit ilyen hezitálást érzek. Ez hol tartott az ügy? Hát 7 ilyen nyertes pályázat van Magyarországon, és abból azt gondolom, hogy 2-3 elég perspektívikus. Most egy újabb ilyen modernizációs alapos pályázat is megjelent, én úgy tudom, hogy ott is sokan készülnek el. Egyébként a 7 nyertes pályázat, azt 33-ból kellett kiválasztani, tehát nagyon nagy az érdeklődés a lehetőség iránt. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan fejlemény, amit ma látunk, hogy csillagászati gázárak, meg villamos energiaárak, annak ettől jobb ösztönzőt bármi felé, ami helyi megújuló energia felhasználást elősegíthet, például energiaközösségi megoldások, azt gondolom, hogy az ennek a legjobbat tesz. Az EKK-n belül eddig 3 olyan fórum volt, ahol ezekkel a nyertesekkel beszélgettünk arról, hogy milyen problémákkal találkoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez formálódik, ez a dolog. Januártól van végül is jogilag erre lehetőség, hogy ilyen energiaközösségek létrejöjjenek. Hát szerintem ez egy izgalmas új lehetőség lesz, amivel élni fognak állampolgárok meg helyi közösség. Köszönjük szépen, további kérdés. Amennyiben nincs, hát köszönöm még egyszer az előadásra. 5 előadás hangzott el a mai rendezvényen. Volt köztük olyan, ami már jelennel is foglalkozott, illetve a közelebbi jövővel ezek a napenergiások voltak. Volt egy ilyen közepes jövő, és a geotermia, illetve a kettő távolabbi, a fúziós és fissziós, bár azok is olyanok, hogy már beleérnek a jelenbe is. Úgyhogy szerintem a következő 100 000 évet most körülbelül átnéztük, ennél távolabb már nem merünk tekinteni. Még egyszer köszönném az összes előadónak és az összes résztvevőnek, hogy eljöttek, és ezennel lezárnám az eseményt. Köszönöm szépen!